Blik Podcast. Blik Podcast. Hírek, információk, interjúk, véleménye. Sziasztok! Ez itt a Blik podcastje február 22-én hétfőn. Én Szabadfi Mónika vagyok. Én pedig Vági Bence. Mai adásunkban a harmadik hullám kapcsán arról beszélgetünk, hogy vajon nyissunk-e, vagy még ne. Végül pedig bemutatjuk a Glamour magazin hatodik nagykövetét, aki az előtte álló feladatokról, illetve jövőbeni terveiről mesél. Vágjunk is bele! Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján azt mondta, Magyarországon is, Európában is és az egész világon a pandémia harmadik hullámát éljük. Ezt Lávik János infektológus is megerősítette, szerinte ezt az új megfertőződések és halálozások száma nagyon jól mutatja. Tegnap például közel 3000 új fertőzöttet diagnosztizáltak, a hirtelen felfutó esetszám oka pedig nagy valószínűséggel az agresszívabban terjedő brit mutáció. Igen, sajnos ez így van, és hát lássuk be, már sokunknak van elege a bezárásokból. Gondolom, te is meginnál már szívesen egy jó kávét a barátaiddal egy teraszon. Nekem például mehetnékem is van már, lassan itt a tavasz. Én például személy szerint egyre nehezebben viselem a bezártságot, és azt hiszem, ezzel nem vagyok egyedül. De hát ugye a harmadik hullám hallatán sokunkban felmerült a kérdés, hogy vajon nyissunk-e, vagy ne. Én mindenképpen fontolóra venném a különböző ágazatokat. Én ugyanúgy, mint te, már nagyon-nagyon nyitnék, és mennék a barátaimmal, utaznék, nekem az hiányzik a legjobban. Viszont ugye a növekvő esetszámok pedig veszélyeztetik az egészségügynek az összeomlását, szóval ezt nagyon okosan kellene megfontolni. De a lelki egészségünk is ugyanolyan fontos, és erről nagyon sok ember elfeledkezik, mint a fizikai. Ezt pedig nagyon nehéz ápolni úgy, hogy a mozgást is elvették az emberektől. Tehát oké, futni mehetünk, de ki megy ki minuszokban futni azért, hogyha nem is a Covid-dal, de egy megfázással térjen haza. Igen, és hát ugye az emberek szerintem egyre frusztráltabbak, idegesebbek. Nem vagyunk könnyű helyzetben, az biztos. Nekem is nagyon hiányzik például a mozgás. Én például hát nem vagyok az a futó típus, úgyhogy én nem nagyon szeretek így a szabadban se futni, meg amúgy se futni. Inkább más mozgásformákra esküszöm, úgyhogy engem különösen megvisel ezt, hogy nem lehet például konditerembe járni. Én is nagyon várom amúgy a nyarat, ami egy ilyen másik szívfájdalmam, hiszen tavaly lemondtam a nyaralásról. Idén viszont remélem, hogy minden rendben lesz, és végre mehetek, elutazhatok valahova, és pihenhetek, mert rám is rám fér már, de azt hiszem mindenkire, hiszen egy nagyon kemény év van mögöttünk, és ahogy említetted ezeket a lelki dolgokat, szerintem egyre jobban meglátszik a home office, és az egyéb tényleg az elzártságunknak a lelki megpróbáltatásai. Igen, viszont hogyha minden jól megy, akkor remélhetőleg nyárra, amit említesz, azért a veszélyeztetettek többsége beleszóltva. Ez is kérdéses, ugye nagyon fejtegetik azt, hogy be is oltatja valaki magát, akkor utána hány hónapig élvez majd védettséget a vírus ellen. Most egyelőre ugye azt mondják, meg azt mutatják a statisztikák, hogy azért nyárra a veszélyeztetettek többsége az beleszóltva, úgyhogy reméljük, hogy azért az élet valamilyen formában újra fog indulni. Kijött egy ilyen oltás kalkulátor, siralmas, amit nekem mutatott a rendszer, mikor betápláltam az adataimat, hogy én mikor kaphatok oltást, úgyhogy remélem, hogy nem ettől fog függni, hogy ki mit csinálhat a mindennapokban, mint ugye az most Izraelben is kiderült, hogy ott zöld kártyát kap az, aki már beoltatta magát, de csak azzal mehet moziba edzeni. Szóval, hogyha itthon is hasonló történne, akkor én ebben az évben még otthon ülhetek évvégéig. Igen, én is megnéztem ezt az oltási sorrend kalkulátort, és hát nekem sem az jött ki, hogy még nyár előtt megkapom. Igazából én az október 1-i hétre kaptam virtuálisan időpontot. Így azért ugye kérdés is a vakációm, vagy pedig hát ugye fizethetek egy vagyont a negatív tesztekért. Így meg azért nem tudom, hogy belefér-e tényleg a költségvetésbe az embernek az, hogy oda-vissza, vagy esetleg többet is akár, mert a helyszínen is el kell végezni, egy ilyen plusz 50-100 000 forinttal kalkulálni. Mai helyzetben azért az meg elég sok szerintem. Egyikünk sincsen, azt gondolom, a legjobb helyzetben. Ilyenkor át kell gondolnunk azt, hogy igazán mi is a fontos, mert az idősek védelme, illetve önmagunk védelme élvez most elsőbséget, de örökké bezárva sem lehet lenni, úgyhogy ez egy nagyon nehéz kérdés, úgy gondolom. Igen, én is teljesen egyetértek ezzel, és hát reméljük, hogy nem lesz már negyedik és ötödik hullám sem, és ezt a vírust tényleg magunk mögött hagyhatjuk már egy életre, vagy legalábbis valameddig. Podcast második felében most egy kicsit más vizekre elvezünk, ugyanis nemrég derült ki, hogy ki lett a Glamour magazin hatodik nagykövete.
kapcsán. Ruzsa Norinával beszélgettem, aki mesélt nekem az előtt álló feladatokról, és többek között azt is elárulta, hogy mik a jövőbeni tervei. Szia Norina, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést. Szia, szia, és üdvözlöm a hallgatókat. Én köszönöm a meghívást. Nemrég hatalmas megtiszteltetés ért, hiszen te lettél ugye a Glamour 6. nagykövete. Gondolom ezzel egy álmod vált valóra. Miért jelentkeztél erre a pozícióra? Így igaz, valóban egy álmom vált valóra. Nem biztos, hogy mindenki tudja, de én nem először jelentkeztem, hanem ez már a negyedik alkalom volt, hogy jelentkeztem erre a pozícióra, tehát ez már egy ilyen évek óta dédelgetett álmom, célom volt, és gyakorlatilag most is emiatt jelentkeztem. Igazából az elmúlt években úgy éreztem, hogy ezt én tényleg nagyon szeretném, én nagyon szeretnék a szerkesztőséggel együtt dolgozni, mind online, mind print vonalon, és én egy olyan ember vagyok, aki így, ha tűz maga elé egy célt, ami azért megvalósítható körbe esik, akkor addig megyek, ameddig ez megvalósul, és hát úgy látszik, hogy megérte, mert most így beérett ez az álmom. Elárulnád, hogy korábban mivel foglalkoztál, volt-e köze a médiához, vagy teljesen más területről érkeztél? Kacskaringós utat jártam be így az életem során. Szegeden tanultam a jogi karon, munkaügy társadalom biztosítási szakon, megcsináltam az alap és a mesterképzést is, soha nem dolgoztam úgymond a szakmám. Ezt követően dolgoztam szállodában is, foglalási osztályon, foglalási irodán, aztán Budapestre költöztem, rendezvényszervezéssel kezdtem el foglalkozni, utána nagyon gyorsan váltottam, és aztán csöppentem a média világába, és sales account managerként dolgoztam, online hirdetési felületeket értékesítettem. Gondolom, hogy ez a Glamour pozíció most éppen ideális neked. Milyen céljaid, terveid vannak nagykövetként? Hát én nagyon szeretnék minőségi, informatív és értékeket adó tartalmakat készíteni. Tényleg nagyon sok ötletem van, hogy ezt miképp tudnám megvalósítani. Nekem van egy saját Instagram oldalam, ahol főleg utazás témában vezetem a posztjaimat. Szeretném kibontakoztatni a lifestyle és a fashion témában lévő kreatív ötleteimet is, és ezeket szeretném majd így átültetni gyakorlatilag a nagykövet Instagram oldalára. Az utazás az nekem egy hobbi, valamint tényleg így az életem mozgató rugója. Biztos vagyok benne, hogy ilyen jellegű tartalmakat is rendszeresen fogok megosztani majd a nagykövet Instagram oldalán, és ezeket is kicsit informatív jelleggel, tehát mondjuk egy-egy desztinációt kiválasztva, és annak előnyeiről és hátrányairól írva. Szeretnék majd tényleg ilyen hasznos tartalmakat is megjeleníteni, akár ilyen csináld magad posztokat. Nagy célom között szerepel az, hogy segítsek olyan rászoruló szervezeteknek, akik az én szívemhez közel állnak, így majd szeretnék kiválasztani egy gyermekeket támogató szervezetet, valamint én korábban már dolgoztam együtt a Fogadj Örökbe alapítvánnyal is, tehát így ez a két téma az, ami kiemelt lesz, valamint a környezetvédelem is. Milyen élményekkel gazdagodtál eddig Glamour nagykövetként, ha jól tudom, azért pár napja már gyakorlod ezt a szerepet. Nagyon mozgós most ez az elmúlt egy hét. Fotózások, tartalomkészítés előre és utólag, meg így ugye egy kicsit meg volt csúszva így ez a hónap, tehát most tényleg ilyen 100%-on való, hanem 1000%-on való pörgés van. Megismerkedtem az összes együttműködő partneremmel is, mindegyik online meeting nagyon szuperül telt, és hát igen, most már elkezdtem aktívan dolgozni, azt izgalommal várom, hogy mit tartogatnak a következő hónapok. Sok sikert kívánunk akkor neked, és hát köszönöm a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük, hogy a Blik podcastjét hallgattátok, legközelebb hétfőn találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!